Magyarország ma nem működik normális országként. Ennek tűnhetne az is, ahogy a közvélemény szinte szenzációként kezelte, hogy ma végre együtt és nem egymás ellenében áll ki a gyűlölet ellen a magyar közélet sokféle képviselője. Civil és politikus, jobbos, balos és centrista, kormánypárti és ellenzéki. Normálisan működő országokban azonban nem ez a hír, hanem az, ha nem így tesznek a demokratikus pártok képviselői. A demokrata ugyanis nem csak az, aki nem fél, hanem az, aki nem is kelt félelmet senkinek. Napból mégis sarokcímek lehettek Magyarországon, és erről nem a média tehet. Erről mi tehetünk? Mi mindannyian. Én is. Mert igaz, reményt adhat a jövőben, hogy ma, advent első vasárnapján, az ország fővárosának talán legfontosabb pontján Magyarország egy pillanatra úgy működik, ahogy minden nap működnie kellene. Tudatot is ébresztett bennünk, hogy nem voltunk itt ugyanennyien, ugyanilyen egységben korábban az elmúlt években. Ha máskor nem, hát legalább akkor, amikor Tatár Szentgyörgyön meggyilkolták Csorba Róbertet és 5 éves kisfiát. Nagy Csécsen, Nagy Tibornét és Nagy Józsefet, Tiszalökön Kóka Jenőt, Kislétán Balog Máriát. 6 magyar embert csak azért, mert cigányok is voltak. Meggyilkolták őket azért, aminek születtek. És mi nem jöttünk ide, nem kérdeztük egymástól, hogyan történhetett meg mindez a mi hazánkban. Nem kértünk tőlük bocsánatot, hogy nem tudtuk megvédeni őket, és nem borultunk nemzeti gyászba. Hiba volt, és Magyarország többé nem védhet ilyen hibát. Erről is szól ez a mai nap.